Általános iskola és alapfokú művészeti iskola néptánc tanszakának évzáró vizsgáján. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Kis Csaba urat a járási hivatal képviseletében. Hegedűs Négy Ildikót, Dr. Heferenc Általános iskola igazgatóját és összevel. És hogy jól emlékszem, láttam itt a sorok között Pálnék és Esztert, a Szegedi Kis István Általános Iskola és Gimnázium gazdasági vezetőjét. Őt is nagy szeretettel szeretném köszönteni. Köszöntöm továbbá a ma este itt megjelen kedves szülőket, pedagógus kollégákat, ismerőseket, barátokat és nem utolsó sorban a ma este fellépő gyerekeket. Mint mondottam, ez a mai alkalom, ez egy vizsga bemutató. Iskolánkban sok éves hagyomány és tantervi előírás is, hogy fél évente bemutatót kell tartani. Természetesen az év során számos alkalommal találkoztatok táncosainkkal, zenészeinkkel, különböző kulturális rendezvényeken, civil szervezetek, különböző rendezvényein. Ebben az évben, azon kívül, hogy a városban és a megyében nagyon sokszor felvittek táncosaink, minden évben vannak különböző tanulmányi versenyek, megyei versenyek, területi versenyek, országos versenyek, nemzetközi fesztiválok. Ezeken is szémszával vett részt ebben a terében iskolánk. Ezekből szeretnék most néhányat önöknek kiemelni. 5 megyei, 4 területi, 3 országos és egy nemzetközi megmérettetésen vettünk részt, amelyeken az alábbi szép eredmények születtek. Az 5 megyei versenyen 6 első, 2 második, 3 harmadik díj, 1 kiemelt arany, 1 aranyminősítés és 1 ezüst díj született. Országos versenyek és versenyen is részt vettünk, itt 1 darab 10. helyezést tudtunk elérni, valamint egy nemzetközi versenyen vettünk részt, amely versenyen 1 első és 1 második díj született. Vannak olyan versenyek, amelyeknek az eredményét most még nem tudjuk, bízom abban, hogy nem sokára ezekről a versenyekről is büszkén adhatok majd hírt. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket, a Ferenc Édes Egyesületet vagy az iskolánk alapítványát, mindazon szülőknek, akik valamilyen módon segítették az együttműködésünket, akár a gyerekek kockáztatásához besegítettek. A rengeteg hajfonás, ami nagyon nagy munka, hogy láttam a szünetekben is, hogy nagyon sok felkészülést igényel a ruháknak a rendbetartása. Szeretném megköszönni az iskolák való jó kapcsolatot, a vezetőjének a hozzánk való jóságát, jó kapcsolatot, amelyen hozzánk viszonyulnak az iskolák gondolkozó pedagógusoknak az együttműködését, a békésjárási tankerületnek a segítségét, iskolánk igazgatójának és vezetőiskolatésnek az egész éves munkáját segítését, a pedagógus kollégáimnak a segítségét, és nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Kecskeméti Gábor Kultúrás Központnak azt, hogy helyszínt biztosítottak ez a mai nagyon szép rendezvényünkhöz. Csipei Judit és Hanó Krisztina alapfok 1-es osztálya fog következni, úrós táncot fogunk tőlük látni, fogadják sok szeretettel.
először elmondom, hogy mit láthattunk. A most lehet majd, ugye akinek most már nincsen dolga, az majd be fog ülni a nézőtérre, akinek meg dolga van, azt legyen kedves elhagyni most már a nézőteret. Köszönöm, most lesz egy ilyen kis rendetlenség, egy rövid ideig fog tartani, megígérem. Közben elmondom, hogy Hanó Krisztina kollégám irányítja a református iskola második A osztályában és a református iskola második C osztályában levő csoportot a többet között, és tőlük láttuk először Zöld erdőben jártam című összeállítást, és a Van paripám takaros című összeállítás volt a második. El kell mondanom, hogy rendkívül nagy izgalom van itt a háttérben, itt a függöny mögött. Nagyon izgulnak a gyerekek, vannak közöttük olyanok, akik most először állnak színpadra. Azt el kell mondanom, hogy a műsorban van még egy produkció, amit most nem láthattak, akinek van műsorfüzete. Ez azért van, mert osztálykirándulások miatt nem mindenkinek lett jó ez a negyedikei alkalom, és ezért majd néhány nap múlva, jövő héten kedden a Táncházban tartunk még egy évzáró vizsga műsort, ahol azok az első osztályos gyerekek, akik most nem tudtak jelen lenni, ott fogják majd bemutatni, hogy mit tanultak ebben az évben. A szintén református vizsga második B-osztályosok moldvai táncokat fognak bemutatni, ők már itt izgatottan várakoznak a függöny mögött. Mahovics Tamás a felkészítő tanár, ezután a Belencéres Néptánc Együttes ifjúsági csoportja rába közi játékokat és táncokat fog bemutatni. Ők egyébként az a csapat, akik aranyminősítést értek el a Békés megyei gyerek és kisegyüttesek találkozóján. Igazgató már említette, felkészítő tanár Csipei Judit és Mahovics Tamás. Ezután szintén az Alapfok 1. Az Alapfok 1-ről azt szeretném elmondani, mert ez nem közérthető mindenkinek. Ugye első-második osztályban a gyerekek előképzőben 2x45 percben tanulják egy héten a néptáncot, és aztán később van lehetőségük beiratkozni Alapfok első osztályba, ahol már ugye csak azok a gyerekek jönnek, akik szeretnének a jövőben is a néptánccal foglalkozni. Ezért most meg is ragadnám az alkalmat, hogy most van az ideje annak, hogy az az időszak, amikor be lehet iratkozni a művészeti iskolába, a néptánc tanszakra is többek között. Tehát várjuk azokat a gyerekeket, itt az előbb a függöny mögött a Hanó Krisztina kollégámat megdicsértem, hogy milyen ügyesek ezek a másodikosok. Remélem, hogy minél több harmadikossal fogunk majd találkozni Alapfok 1-be, és minél több gyereknek lesz lehetősége kitartásához és szorgalmához mérten, hogy később a Belencéres Néptánc Együttes táncosa lehessen. Amikor most az Alapfok 1 moldvai táncai letáncolt a Hanó Krisztina és Csipei Judit tanárnő felkészítése, utána végül a Belences Tétenes gyerekcsoportja fog táncolni szilágysági táncokat, felkészítő tanár Csipei Judit és Mahovics Tamás, és a legvégén még egyszer majd be fogok jönni a műsornak, és még pár közérdekű információt el szeretnék mondani. Kérem, hogy a gyerekeket ne vigyék el, hiszen nagyon fontos, hogy egymást megnézik, egymás munkáját meg tudják nézni. Köszönöm szépen!
rengeteg tapsot. Úgy látom, hogy úgy gondolom, hogy igazán megérdemlik a táncosok a biztatást. Egy pár dolgot el kell mondanom. A beiratkozással kapcsolatban nagyon fontos, hogy aki még esetleg nem tette meg a beiratkozást, 16-án és 17-én munkaidőben van a beiratkozás. Egyébként mostantól kezdve bármikor munkaidőben be lehet iratkozni a Művészeti Iskola Néptánc Tanszakára. Azt szeretném még elmondani, hogy amikor most vége lesz majd a műsornak, legyenek kedvesek mindenki a saját öltözőjében, majd hagyja ott azt a kis népviselet darabot, amit most a mai napon kapott, hiszen majd máskor is, amikor műsor lesz, akkor majd használni fogják a gyerekek. És igazából máshogy nem is nagyon zárhatnám a mondókámat, hogy tehát azt szeretném elmondani, hogy most egy picit ilyen értékválság, ez szokott elhangzani, most már ilyen közhelyé válik ez az értékválság szó, és hogy milyen rossz irányba tart a világ, és bizony a szabadidőnkben nagyon sokat ilyen virtuális közösségekben töltjük az időnket, és én most azt szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönjük önöknek a gyerekeket, köszönjük, hogy ide engedik egy igazi közösségbe, és nem virtuális közösségre nevelgetik. Mi nagyon örülünk neki, mi a hagyományos közösséget lájkoljuk, és köszönjük szépen, hogy önök is lájkolják a hagyományos közösséget, és ide engedik hozzánk a gyerekeiket, és itt van az eredménye, hogy ők mit tanulnak, és milyen közösségben érzik jól magukat. Köszönöm szépen, igazából úgy tudom, hogy még Bagoly igazgató szeretne pár szót mondani. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Tamás mondta az egyik két műsorszámok közötti időben, hogy a gyerekek nagyon izgulnak többen itt a színfalak mögött. Hát nem csak a gyerekek izgulnak, hanem mi is izgulunk, és mindenki izgul, aki színpadra áll. Ezért szeretném egy újrasztásomat most pótolni. Amikor a támogatókat felsoroltam, elfelejtettem bemondani a legfontosabb támogatónkat, Békésváros önkormányzatát, akik minden évben több millió forinttal támogatják a Berencédes Léptatvédésért Egyesületet. Nekik ezúttal szeretnék innen is még egyszer köszönetet mondani. Szeretettel gratulálni a ma este, meg Bati után minden szereplőjének, és szeretném színpadra szólítani azokat a tanárnéniket, akik nem voltak ugyan még látható, de nagyon sokat tettek azért, hogy ez a mai nap így sikerül, ahogy sikerül. Kérem szépen, hogy fáradjatok színpadra, elsőként szólítanám Hanó Krisztina tanárnőt. Csipei Judit tanárnőt. Legálló Anita tanárnőt, aki a Desután szeptembertől újra munkában is folytatja az eddig elkezdett munkáját. Kérem, hogy fáradt színpadra, Anita, ha itt vagy. És Anita, itt vagy? Köszöntelek. És végül, de nem utolsó sokan, szeretném szólítani színpadra Malvis Tamást, a mai este fő szervezőjét. Köszönöm szépen! És szeretném a Tamás mondandóját még azzal kiegészíteni, hogy június 15-én lesz a tanévzáró ünnepségünk a zeniskola hangversenyteremében 18 órakor, amelyre mindenképpen szeretettel várunk, valamint 16-án 17 órakor lesz a néptáncosoknak egy külön kis bizonyítványosztás. Amennyiben tetszett ez a mai kis rendezvényünk, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Békésvárosi Zenénapok rendezvényeire, amelynek egyik pontja lesz a Berencéles Néptánc Gála, ahol ismételten láthatják táncosainkat. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmüket, a sok tapsot, és mindenkinek további szép estét kívánok. Köszönöm szépen!